Életemre szíven a Rimaszombati Református Gimnázium tanulói következnek, akik a gyertyaütés berkeiben barangolnak, és velük magukkal visznek minket is. Ezzel aztán felkészül a befűzzük a kanócot, aztán a 70-80 fokos fagyút beleöntjük, másnap a bél kiálló részénél fogva kihúzzuk, egyenesre vágjuk, tuplizzuk és kész. Másképpen ez a viessa, ringes módszer, mert például tartóba akasztjuk a 26-32 szal kanót, a magással alig. Alatta van egy kala, és kell még egy öntőedény is. A meleg viasz serpenyővel öntözgetjük a bélre. Mire körbeérsz, az első már meg is dermed. Óra nyakkal lehet dönteni. De a munka felénél meg kell fordítani a gyertyákat, hogy mind a két vége ugyanolyan vastag legyen. A lecsörgött maradékot újra fel lehet használni. Csinálunk még Balázs gyertyát is, amit a pap balázsoláskor használt. A csavár gyertyák pedig lehetnek színesek is, hogyha viaszkrétalt reszelünk bele. Na mit szólsz hozzá, fiam? Ez már tetszik. Akkor itt a kezem nem disznóla. A szerződést megírjuk a fiskalista. Ha akarod, holnap kezdhetsz. Eltéved estén, látod, hogy nem megy, ahol kerested, ne néged lát, becsaptak téged. De ne add fel képen, ez szó.
hol van a szemüvegem? Inasszerződés. Burszki József, jegyöntőmester, szerződésem Ceglédi Botton Inassal. Én, Burszki József, gyertyaöntőmester, régi rimaszombati polgár, e szerződéssel minden embernek a tudtára adom, hogy a tisztes férfi út, Ceglédi Botondot a mai nappal 8 évre Inassommal fogadom. Ezen szerződéssel megígérem, hogy nevetett Ceglédi Botton gyertyaöntő Inasnak megtanítom a gyertyaöntés mesterség minden csinja-minja, mégpedig nem csak az üzlethelységbéli, de a gondolkereskedés mesterségét is. Én, Burszki József, ezen szerződéssel kötelezettséget vállalok egy fiú 8 éven alkaló teljes áltártalsalra, tisztes ruházattal való állattalsalra. Ez a 8 év a levéltelte után következő Szent Marton apostol napján kezdődik és megszakítás nélkül zárt. Én, Ceglédi Botton, aki a Linaszombat városából, Gömörgyisund megyéből származom, ezen szerződéssel kötelezem magam, hogy a mai naptól egy mostan következő 8 esztendőre önként elszegődöm Burszki József gyertyaöntő mesterhez, Rivaszombat városának tisztes polgárához, a gyertyaöntő mesterséget tanulni. Ezen szerződéssel ígérem, hogy ezáltal a 8 esztendő alatt szolgálok neki a gyertyaöntő munkájában, s minden más nem tiltott és tisztességes ügyeiben is nappal és éjjel egyaránt cselekszem majd, ami hasznos, és el fogom kerülni azt, ami haszon nélkül való. A hatititkokat meg fogom őrizni, a karokat, amiket esetleg okozok, akar időveszteséggel, akar másként, azt mind megtérítem. Én, Ceglédi Botton, ezen szerződéssel kijelentem, hogyha fent említett Burszki József gyertyaöntőmestertől 8 év során elszöknék, kikasson a cég börtönébe, 8 évet pedig hosszabbítsak meg, majd befejezte után 47 arany büntetést tartozott fizetni Burszki József mesternek. A bírság megfizetése végén Burszki mester ellene panasz tehet minden törvényszéknél, vagy akkor egy házi, akkor világi bírónál Rimaszombat városában, és azon kívül. Ebben az esetben pedig én, Ceglédi Botton, az említett Burszki mesternek köteles vagyok haladék nélkül eleget tenni az említett összeg erejét. És azután én, Ceglédi Botton, minthogy erre is kötelezve vagyok, a 8 évet, mint említettem, leszolgálom és befejezem, mint ahogy a cégben, Rimaszombat városában jogos és szokos. Erre az otthonra én, Burszki mester, pecsétemet rögzítem, hogy azt hitelesítsem, és ugyanerre kértem Parka Levente és Obrutal Patrik nevű rimaszombati polgártársaimat, tiszteletre méltó férfiúkat, akik fiai szintén gyertyaöntő műhelyen fogadott inasaim, hogy ősi saját pecsétjüket függesszék elevére az abban foglaltak megerősítéséül. Kell Rimaszombat városában Szent Marton napja előtt két napot. Barátaim, manapság Marinka csak dekorációként használjuk a gyertyákat, és az ügyesebb házi asszonyok azt is el tudják készíteni. Lessük csak mögött. A mi fiat gyertyából gyerekjáték gyertyát készíteni. A munkát tekerjük fel, és már is kész a mézillatú cseppentesen égő gyertya. A színek kombinálhatóak is, aszimmetrikus formák feltekerésével pedig érdekesebb és dekoratívabb gyertyákat kapunk. Gyertyát készíteni többféleképpen is lehet, például ha diaszfeszeléket szórunk egymásra, hallgatás nélkül is készítettek. Van egy gyertya a szívünkben, van ki jobban, van ki ne, de él az Isten, kilánra és meggyógyíthat, ha benne él.
szükség van rád.